Szeretném megköszönni a Naimon Társaság felkérését, hogy egy áttekintést adhatok az elmúlt 40 évben az informatika robbanásszerű fejlődéséről, és hogy hogyan járult hozzá a gyógyszerkémia fejlődéséhez, új trendek és technológiák kialakulásához. Röviden szeretnék bemutatkozni. Dormány György vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, ott doktoráltam és szereztem kandidátusi fokozatot is. Ezt követően a gyógyszerkutatásban töltöttem el hosszú éveket, kínai Sanofitól kezdve, majd később kisebb vállalkozásokban, Comgenex-nél, Amrinál, Targetex-nél, InnoStudio-ban, és jelenleg a Szegeden és a Budapesti Műszaki Egyetemen vagyok címzetes egyetemi tanár. Előadásomban három területről szeretnék beszélni. Először a kombinikus kémiáról lesz szó, ami nagy várakozásokat keltett a gyógyszerkutatásban, és bár a gyógyszerkutatás sikerarányát végül is nem sikerült növelnie, egy új szemléletet alakított ki, amihez jelentősen hozzájárult az informatika is. Ebből nézett ki ezt követően a kémiai genomika, majd az áramlásos kémia teljesen új perspektívába helyezte a szintetikus kémiát, az információs technológiák nagy szerepet játszottak ennek a kifejlesztésében, és egy teljesen új, jövőbe mutató technológia alakult ki. Az ábrán láthatók a három terület fő elemei, amelyek mindegyikéhez valamilyen módon kapcsolódik az informatika. A kombinatorikus kémia felmerülésének egyik indoka volt, hogy a gyógyszerkutatás sikeraránya abban az időben stagnált, illetve csökkent. A fehérjék nagy mennyiségű elérhetősége lehetővé tette a nagy áteresztő képességű biológiai szűrést. Ez jó megoldásnak tűnt, azzal a feltétellel, hogy legyen elegendő, változatos szerkezetű kis molekula a szűréshez. Furka Árpád ez időtájt fejlesztette ki a szilárd fázisú peptidszintézis alapján az osztásos keveréses peptidszintézist, amiben gyakorlatilag több milliós peptidet tudott előállítani, különböző peptidet, gyakorlatilag keverékben úgy, hogy minden egyes szintetikus lépésben a gyöngyöket összekeverte és egy új reagenszettel kezelte. Ennek az a alapvető problémája, hogy itt egy keverékkel van dolgunk, és a keverék esetében gyakorlatilag a biológiai szűrzésnél, hogy melyik peptid volt végül is biológiai aktív, azt egy nagyon bonyolult dekonvolúciós rendszerrel lehetett csak megállapítani. Az előző ábrán láthattuk, hogy gyakorlatilag a kombinatorikus kémiának a legfontosabb koncepciója az, hogy a szerkezeti sokféleséget tudjuk valamilyen módon lehető legkisebb számú lépésben előállítani, és a szerkezeti elemek lehetséges összes kombinációjában. Gyakorlatilag az osztásos keveréses rendszerek alkalmatlanak voltak a gyógyszerkutatás számára, elsősorban azért, mert itt a gyógyszerkutatás a biológiai vizsgálatokban izolált vegyületeket preferál, ami annyit jelent, hogy analitikailag tiszta és egymásról elkülönített vegyületeket. És erre alakult ki a nagy áteresztő képességi párhuzamos matrix szintézis. Valójában a lényege az, hogy furkaféle kombinikus szemlélettel matrixba foglaltunk minden egyes reakció lépést, A reagenset reagáltattunk B reagenssel, és így a különböző fa elrendezésű szekvenciában tudtunk előállítani viszonylag könnyen nagyszámú molekulakönyvtárat, nagy tagszámú molekulakönyvtárakat. Az előbb vázolt nagy áteresztő képességű párhuzamos matrix szintézist a Comgenex-nél valósítottuk meg, és gyakorlatilag egy szintetikus futószalag technológiát fejlesztettünk ki, ami a tervezéstől a szintézis analitikáig, a logisztikáig gyakorlatilag mindent magába foglalt, és az egésznek a lényege és lelke egy központi adatbázis volt, amiben gyűjtöttük az összes adatot minden lépésről, és ez lehetőséget biztosított arra, hogy a reakcióknak a kimenetelét is meg tudjuk állapítani, a sikerarányát,
és minden egyes reakciót adatbázisba gyűjtöttünk, ami kereshető volt, és gyakorlatilag ennek eredményeképpen a következő reakciókban valójában meg tudtuk állapítani, hogy mely reagensek azok, amelyek jól működnek, melyek, amelyek nem működnek jól, tehát a reakció tervezésnél nagyon fontos szerepet játszottak. A vegyületkönyvtárak minőségének legfontosabb kritériuma, hogy szerkezetileg diverz legyen, és ne tartalmazzon például redundáns szerkezeteket, amik nagyon hasonlók egymáshoz, mert annak a biológiai szűrésének ennek igazándiból nincs értelme. A diverzitás lényegében a 2D hasonlóság, illetve különbözőség meghatározásával jellemezhető, és ezt a 2D hasonlóságot gyakorlatilag az atomkapcsolódás és az alszerkezeteknek a hasonlósága által lehet meghatározni és összehasonlítani. Ezt pedig az úgynevezett molekuláris, bináris új lenyomatok generálásával valósították meg a szoftverek, így a Similarity Manager, meg a Chemaxon-os Instant J-Chem is, és a lényeg az, hogy itt a 2D hasonlóság mérésére úgynevezett tanúító koefficienst fejlesztettek ki. Látható itt az ábrán, hogy van az acetilszalicilsav és a szalicilsav, csak egy acetil csoport a különbség, és látható, hogy a különböző alszerkezeteket, ezeket valójában az egyik vegyületben való meglét, illetve nem meglét alapján 0 és 1 kódolással tudjuk megjeleníteni, és ez a tanúító koefficiens gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy a közös alszerkezetek és a két vegyület között közös, illetve a egyikben megtalálható étel, a másikban csak megtalálható alszerkezeteknek az összességének a hányadosával jellemezhető, tehát itt gyakorlatilag ez egy 60%-os hasonlóságot mutat, amit az ábrán itt feltett. Világszerte nagyon sok vegyületet szintetizáltak a komplikus kémia idejében, és hatalmas könyvtárak keletkeztek, és a biológiai szűréshez valójában meg kellett állapítani azt, hogy ezeknek egy ilyen divers, szelekciós, kisebb halmazát lehessen racionálisan mérni, tehát százezres nagyságúra lecsökkenteni a több milliós vegyületkönyvtárakat. Ennek a lényege az, hogy ugyancsak ezt a bizonyos hasonlóságot állapították meg minden egyes molekula között, és a molekuláknak ezt az adatát valójában egy valami virtuális távolsággal tudták jellemezni, és az alapján meg tudták állapítani a lehető legközelebbi szomszédokat. Ez a legközelebbi szomszédok távolságának elemzés átlagos értéke adta meg, hogy mennyire diverz egy vegyületkönyvtár. Valójában egy könyvtár kétféle elemből áll, az egyik egy központi váz, és körülötte vannak, van az úgynevezett dekoráció, azaz szubstituensek. Praktikus okokból a vázszerkezetnek a diverzitása is nagyon fontos, nem csak a körülötte lévő szubstituenseké, ezért a Comgenexnél annak idején kifejlesztettünk egy ilyen kombinált hibrid diverzitást jellemző indexet, ez volt az explicit diverzitási index, amit aztán nagyon hasznosan és nagyon praktikusan tudtunk használni számos vegyületkönyvtárnak a jellemzésére. A gyógyszerek szájon át történő felszívódására, illetőleg, hogy amelyek felszívódnak szájon át, empirikus szabályok születtek a nagy gyógyszergyáraknál, így a Pfizer-nél, illetve a GSK-nál is. A Pfizer-nél születtek az úgynevezett Lipinski szabályok, ez a Lipinski-féle ötös szabály, akkor megállapították, hogy 500 molekula tömegnél 500 daltonnál kisebb vegyület, vagy kisebb, mint 5 log P értéknél, illetve a hidrogén donorok számánál és akceptoroknál is határoztak meg egyfajta határt, aminek ha megfelel a vegyület, akkor várhatóan szájon keresztül felszívódik. A könyvtárakat ezek után ezekre az értékekre elő lehetett szűrni. Ugyanígy a telítettségi fok arra jellemző, hogy azt tapasztalták, hogy minél 3D alakú egy molekula, és nem pedig lapos, mint az, amelyik sok aromás gyűrűt tartalmaz, azok sokkal jobban kötődnek a biológiai célpontokhoz. Ugyancsak fontos volt, hogy egy könyvtár minőségileg mennyire felel meg, hogy valójában milyen ezeknek az értékeknek az eloszlása.
Tehát látható, hogy minél inkább a LogP, a TPS-sel, tehát volumis felület területe, vagy a molekula tömeg egy ilyen Gauss-görbe eloszlásnak felel meg, annál jobb minőségének tartják a könyvtárat. Itt egy példa, hogy a Palacio-t, amit a Computrack fejlesztett ki, gyakorlatilag a LogP-nek a predikcióját mutatja. A 2000-es évek elején fedezték fel, hogy valójában a gyógyszerek későbbi fázisokban való lemorcsolódásának a legfontosabb oka ezek a bizonyos ADME, illetve a toxicitási paramétereknek a nem megfelelősége. Az ADME ez az orális felszívódás, eloszlás, metabolizmus és kiürülés. Ezek rendkívül fontosak a gyógyszerfejlesztés szempontjából. És ezért egy új szlogen keletkezett ebben az időben, ez a fail fast, fail cheap, tehát magyarán minél korábban kiesik egy vegyület, annál költséghatékonyabb. Éppen ezért számos szoftver fejlesztettek ki, ugyancsak a szerkezetből kiindulva, hogy ezeket az ADME paramétereket egy korai fázisban becsüljék, és azt követően a könyvtárakból azokat a vegyületek, amelyek ennek nem felelnek meg, azt szűrjék ki, ne is állítsák már elő a könyvtárban, mert valójában akkor valójában csak pénzkidobás ezeknek az előállítása. Amikor egy komikus könyvtár tervezésénél előállítjuk a virtuális könyvtárat, ami valóban minden szerkezeti elemnek a lehető maximális diverzitását és sokszínűségét mutatja, akkor azért figyelembe kell venni az előbbiekben vázolt különböző paraméterekre, amelyekkel a szintetizálandó könyvtárat valójában le tudjuk szűrni, és azokat nem állítjuk elő, amelyek nem megfelelők. Láthatók itt ezek az első körből, ezek a empirikus paraméterek, a Lipinski és Weber szabályok, ezekre való szűrés, majd pedig az ADME-tox és biológiai hasznosulásoknak a becslése, tehát azokat a molekulákat eleve akkor kivesszük a szintetizálandó könyvtárból, és természetesen egy diverzitás szűréssel lehet ezt kiegészíteni. El kell mondani, hogy a tervezésnél, már a reakció tervezésnél használtuk ezeket a szoftvereket, tehát egy ilyen reakció mátrix tervezésénél, és ki tudtuk zárni a várhatóan nem megfelelő LogP-jű vegyületeket, amelyeknek a reagensei valójában egy ilyen a reagenseknek a hozzájárulásával, tehát itt látható ez a mátrix, ez a piros régió, ahol a reagensek olyan termékhez vezetnek, amelyeknek nem megfelel a LogP értéke. Az ADME predikció egyik lényegi eleme a metabolitoknak a predikciója. Ennek kapcsán valójában az ADME predikciót beépítettük a könyvtár tervezésbe is, és egy 2000-es években egy érdekes koncepcióval álltunk elő, ez pedig az, hogy a szerkezeti diverzitást kiterjesztettük a különböző metabolitokra is. Tehát egy adott molekula, egy könyvtár elem valójában a szervezetben számos metabolit áltott eredményez, amelyek a kémiai diverzitást is növelik. Tehát valamikor a metabolit az aktív vegyület. De ez ugyanígy fordítva is meg lehet tenni, amikor is valójában egy könyvtár elem előállhat egy másik vegyületből is, valójában ez a prodragoknak a koncepciójával analóg, ez a retrometabolizmus, mi annyit jelent, hogy egy prodragot is hozzáadunk a könyvtárhoz, ami adott esetben egy olyan vegyületet ad, ami kedvezőbb ADME paraméterekkel rendelkezik, mint az a konkrét vegyület, amit a könyvtárban előállítottunk. Meg kell említeni, hogy a komikus könyvtárak nagy számuk miatt alkalmasak voltak különböző adatgeneráláshoz, illetőleg modellépítéshez. Így például 30 ezer vegyületnek a sejtes toxicitását mértük meg, és ebből kívántunk a vegyületeknek a toxicitására egy predikciós modellt építeni. Mint hogy ennek nagyon nagy volt a számítógépes igénye, ezért a Stuckey-nak a segítségével ezt a grid computing technológiát próbáltuk ki, ami annyit jelent, hogy valójában hálózatba kapcsolt, területileg távol lévő számítógépeknek a feles kapacitását használtuk ki, és ezt a megnövekedett kapacitást tudtuk valójában modellépítésre használni. Lényegében
ebben a pályázatban nagyon-nagyon sok számítógép összehangolt működése eredményeképpen tudtuk ezt a modellt kiépíteni. Korábban már említettem a diverzitás szelekciónál és a diverzitás fogalmánál a szerkezeti hasonlóságot a szintetikus könyvtáraknak az esetében. A biológiai hatás szempontjából ugyancsak fontos ez a hasonlóság, ugyanis a hasonló szerkezeti molekulák várhatóan hasonló biológiai tulajdonsággal rendelkeznek. Ugye itt a bioizosztéria és a bioanalógia, amit fogalmaként bevezettek, az egyik az, hogy sztérikusan és elektronikusan nagyon hasonlók a vegyületek egymáshoz, tehát azok várhatóan biológiailag is hasonlók, de ugyanígy a bioanalógia, amit Florsheim és Fujita vezetett be, ami annyit jelent, hogy izofunkcionálisak, tehát nem feltétlenül direktben látható és feltűnő mondjuk a szerkezeti hasonlóságok, mégis egymással felcserélhetők bizonyos biológiai környezetben, és hasonló aktivitást mutattak. Látható itt az EMIL szoftver, ami Toshio Fujitának a nevéhez fűződik, ő gyűjtötte ki ezt a szakmai irodalomból, és ezt a bizonyos felcserélhetőséget használtuk ki számos esetben egy aktív vegyület, ehhez hasonló könyvtáraknak a tervezésénél, kiegészítve a bioizosztor és a bioizosztérikus és bioanalóg változatokkal. A kémiai hasonlóság meghatározása ugyancsak alkalmas arra, hogy egy adott fehérje célpontra úgynevezett fókuszált molekuláris könyvtárat tudjunk kiválasztani. Ennek két fontos eleme van, az egyik az úgynevezett aktív referencia kémia tér, amiben az ismert biológiai aktív vegyületeket gyűjtették össze, és ezekből az adott célpontra tudjuk kiválasztani azokat a vegyületeket, amelyeket a hasonlósági keresésbe, mint input molekulákat vonunk be. A másik oldalon van az úgynevezett gyógyszer jellegű kémiai tér, és ezek a kereskedelmi forgalomba vagy virtuálisan elérhető adatbázisok, és a kettőnek a közös részét bel hasonlóság alapján, megint a tanulmányozó koeficienssel, ezzel a bizonyos bináris új lenyomattal választunk ki olyan vegyületeket, ami az adott aktív vegyülethez hasonló, és utána ezeket a vegyületeket biológiai szűrésnek vetjük alá. Az előbbiek alapján a fókuszált könyvtárak kiválasztására a Targetex-nél kidolgoztunk egy chemoinformatikai platformot, amivel 5 millió kereskedelmi forgalomban elérhető molekulátban kerestünk különböző hasonlóság alapján fókuszált könyvtárakat. Láthatók itt a különböző fehérje célpontoknak a listája, és általánosabban azt mondható, hogy a találati arány, tehát az, hogy egy aktív molekulához a nagy adatbázisban kerestünk hasonló molekulákat, és utána biológiai szűrésnek vettük alá, ez 5-20% között van, ami nagyon jó. Meg kell jegyezni, hogy ez azt is magába hordozza, hogy ezek a vegyületek alapvetően a kiinduláső vegyülethez hasonlók, de számos esetben a gyógyszerkutatás új, teljesen új szerkezetű molekulákat keres. Azt lehet mondani, hogy ez a bizonyos 2D hasonlósági keresés, ez direktben nem alkalmas erre, ezt általában egyéb 3D módszerrel egészítettük ki, dokkolással, farmakofor kereséssel, vagy 3D hasonlósági kereséssel, illetőleg bevontunk bioizosztérikus helyettesítőket is, amint azt mondjuk egy pár ábrával előbb mutattam. A komérikus kémiához szorosan kapcsolódva fejlődött ki a kémiai genomika. Valójában Stuart Schreiber fektette le az alapjait a funkcionális genetika analógiájára, ugyanis ott mutációval tudunk valamiféle sejtválaszt elérni, viszont a kismolekulák speciális, specifikusan szelektíven kötődő kismolekulákkal, amelyek természetes anyagszerűek általában, ezekkel a vegyületekkel, ha egy adott fehérjéhez, szélfehérjéhez kötődik, ugyancsak hasonló sejtválaszt tudunk kiváltani, annyi különbséggel, hogy a mutáció egy
teljesen irreverzibilis változást okoz a sejtekben, miközben valójában a kismolekulával való kapcsolódás az egy reverzibilis, tehát visszafordítható változást jelent. Kétféle sejtválaszt lehet itten megtapasztalnunk. Az egyik az, hogy a sejtnek a génexpressziós mintázata változik meg, tehát az adott gének túl vagy alul expresszálódnak a sejten belül, vagy pedig a sejtnek egy látható, mikroszkopikusan is megfigyelhető morfológiai sejtfenotípusos változása alakul ki. Lényegében ez a humán génállomány DNS szekvenciának feltérvezése követően vált nagyon izgalmas új terület. Akkor nézzük meg, hogy hogyan kapcsolódik a kémiai genomika valójában a kombinikus könyvtárakhoz. Lényegében Schreiber azt is lefektette, és az előbb már említettem, hogy ezeknek a molekuláknak a természetes anyagokhoz kell valamilyen módon hasonlítani, elsősorban azért, mert a természetes anyagok azok már a évmilliók alatt kiválasztottak, és azok biológia aktivitása nagyon sokszor éppen a vászdiverzitásának következtében nagyon specifikus és szelektív. Tehát itt olyan új, úgynevezett diverzitás-orientált szintézissel olyan molekula könyvtárakat állítottak elő, aminek a vászdiverzitása volt különlegesen fontos, annak a változatossága, és akkor visszautalok arra, amikor mi ezt a korábbi explicit diverzitási indexben már figyelembe vettük. Tehát ez a bizonyos vászdiverzitás jelenti igazándiból ezeknek a kis molekuláknak az alapvető biológiai aktivitáshoz való viszonyát, és hát nagyon sok különböző elméleti megközelítés is történt, hogy ezek a vászszerkezetekhez hasonlóan hogyan lehet valójában új szintetikus úton előállítani ilyen természetes anyagok által inspirált könyvtárakat. A kémiai genomikának a legfontosabb és legalapvetőbb eleme ez az úgynevezett előremutató kémiai genomika, amikor is először egy sejtes biológiai esszét hajtunk végre egy kismolekulával, tehát a kismolekula sejtek egészére hat, azon belül pedig a fehérjéknek a összességére, és azt követően megkíséreljük az aktív molekulához hozzá kapcsolni, hogy melyik fehérjén keresztül történik ez a biológiai aktivitás, tehát magyarán a sejtválaszt azt melyik fehérjéhez vagy fehérjékhez való kapcsolódás által váltja ki. Azt lehet mondani, hogy a területnek az első általános szakmai könyvét 2004-ben jelentettük meg Darvas Ferenccel és Gutmann Andrással közösen, majd később ennek egy újabb változatát is, egy második kiadását is jelentettük meg. Ennek a kémiai genomikai megközelítésnek az egyik tipikus példája, ez az EU-s pályázat, amit 2000-es évek második felében valósítottunk meg, ez a CanSegrit pályázat. Lényegében 30 ezer vegyületnek egy daganatos sejtvonalon történő citotoxicitását mértük le, majd ugyanúgy lemértük azokat a vegyületeket, amelyeket aktívnak találtunk, tehát sejtölőnek találtuk a daganatos sejten, normál sejten is, és megállapítottuk ezt a bizonyos differenciális citotoxicitást, hogy melyek azok a vegyületek, amelyek valójában szelektíven ölik a daganatos sejteket. És ebből kívántunk egy modellt építeni, tehát az volt a cél, hogy új daganatellenszereket fejlesztünk ki, illetve egy olyan számítógépes modellt, amellyel valójában meg tudjuk állapítani a szerkezetből, és prediktálni tudjuk, hogy mely vegyületek várhatóan alkalmasak daganatellenes hatás kifejtésére. És erre ugyancsak igénybe vettük a már említett grid elosztott számítógépes rendszereket, mert ennek is ugye rendkívül nagy számítógépes kapacitás igénye volt, és valójában ennek alapján próbáltunk meg a modellhez közel kerülni, és azt is hozzátettük, hogy egy korai hipotézis eredményeképpen megpróbáltuk
a néhány fehérje célponttal is a biológiai aktivitást megmérni. Ez a HSP90 és a histondiacetaláz enzim volt, viszont ebben az SC-ben nagyon kevés és gyenge találat volt. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy mely fehérje célpontokon fejtik ki valójában a szelektív citotoxikus hatást ezek a vegyületek. Ahhoz, hogy a különböző fehérje célpontokat egy adott szerkezet alapján meg tudjuk becsülni, vagy legalábbis egy ilyen predikciót tudjunk adni, vissza kell nyúlni a hasonló tulajdonságok elvéhez. Hasonló szerkezetű molekulák ugye várhatóan hasonló biológiai aktivitással rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy ha a sejtes SC-ben találunk egy aktív vegyületet, akkor megpróbálunk a nagy adatbázisokban és egyre nagyobb elérhető adatbázisokban keresni, amelyek tartalmazzák az adott vegyületnek a szerkezetét, biológiai aktivitását is, és azt is, hogy milyen fehérje célponton keresztül fejtette ki ezt a hatását. Tehát amennyiben találunk egy hasonló molekulát ezekben az adatbázisokban, ugye a szokásos hasonlósági új lenyomatoknak a segítségével, akkor találhatunk egy olyan molekulát, ami biológia aktív és hasonló a mi vegyületünkhöz, és annak már ismert a fehérje célpontja, tehát azt tudjuk erre valójában extrapolálni, hogy várhatóan ugyanazon a fehérjén hat a mi vegyületünk is. Visszatérve az említett EU-s kenszegült pályázatra, lényegében végrehajtottuk ezt a hasonlósági keresést azokra a vegyületekre, amelyeket legalább ötszörös szelektivitást mutattak a daganatos sejt toxicitásában, és ezeket a vegyületeket kerestünk hasonló vegyületeket az adatbázisokban, majd utána azokat a fehérjéket, amelyeket találtunk, tehát magyarán amiket prediktáltunk, mint lehetséges fehérje célpontokat, azokat az úgynevezett onkoszkór alapján bekategorizáltuk, hogy hány olyan fehérje lehetséges, amely tumorokkal, azaz daganatos megbetegedéssel kapcsolatba hozható, és ez a bizonyos 115 fehérje, amire azt lehet mondani, hogy a vegyületeinknek ez lehet mondjuk a alapvető fehérje célpontja. Hozzá kell tenni, hogy a daganat ellenes szereknél nagyon sok az úgynevezett többszörös kötődés, és ezek a poliformokológiát, vagy többszörös kötődést mutató vegyületek, ezek különösen izgalmasak a daganat ellenes vegyületek terápiájában, azért, mert több ponton is tudják befolyásolni azt a jelátviteli rendszert, ami valójában sérül a daganatok esetében. Lényegében, amit az előbb említettem, hogy vannak többszörös támadáspontú daganat ellenes szerek, és ezek számos ponton tudnak a sejten belül különböző jelátviteli útvonalakat befolyásolni fehérjéken keresztül, tehát kötődnek a fehérjéhez, és amelyek a hálózatban vagy egy jelet indukálnak, vagy pedig blokkolnak egy jelet, és valójában ezeknek a komplexitása végigényebben egy hálózathoz vezet, és hát ez az egész megközelítés az, ami az alapját jelentette a hálózati gyógyszerkutatásnak. Tehát a lényeg az, hogy valójában a különböző jelátviteli útvonalakat hálózatban tudjuk rögzíteni, és a kis molekula valamilyen módon perturbálja ezt a hálózatot, egy másik részét a hálózatnak aktiválja, vagy blokkolja, vagy egy biofeedback alapján visszacsatolódik, tehát nem feltétlenül biztos az, hogy direkt a fehérjének az hatása, az azt a egy kötődés, pontosan azt a hatást érjük el vele, amit szeretnénk, mert a hálózaton belül valójában ez a bizonyos hatás el is veszhet. Na, ennek a területnek két kiváló magyar szakembere van, korai időkben Csermely Péter dolgozott ezeken a területeken, és mai korunkban pedig Barabási Albert László, világhírű hálózatfarmakológus, aki
ezt az egész területet igazándiból egy teljesen, hát a gyógyszerkutatásnak egy teljesen új irányát hozta létre, és ennek a területnek az úttörője, itt látható az ő egyik könyve is, ami nemrégiben jelent meg. Egy másik tipikusan kemogenomikai megközelítés gyakorlatilag a toxikogenomika. Ez azt jelenti, hogy ismert toxikus ágenseket kell kezelünk sejtvonalakat, és a sejtvonalakban nézzük a génexpressziós mintázatnak a változását, és valójában a különböző toxikus ágenseknek a tipikus mintázatát tudjuk rögzíteni. Majd, amennyiben egy komikus könyvtárunk van, az ismeretlen vegyületeket, amelyekről nem tudjuk, hogy toxikusak vagy nem, kezeljük ugyanezzel a sejtvonallal, és az esetlegesen tapasztalt génexpressziós mintázatot összehasonlítjuk a toxikus vegyületek mintázatával, és ebből valójában egy korai fázisban ki tudjuk szűrni azokat a vegyületeket, amelyek várhatóan hasonló toxicitással rendelkeznek. Előadásom utolsó részében az áramlásos kémia informatikai vonatkozásairól szeretnék beszélni. 100 éven át a lombik alapú szakasos apparátus volt általános a szerves kémiai laborban. A 2000-es években kezdték el kifejleszteni úgynevezett csatornareaktorokat, ahol a reaktánsokat bepumpálják egy reaktorzónába, amit fűthetünk, nyomás alá helyezhetünk, vagy meg is világíthatunk, majd pedig ezt követően, amint keresztül halad a folyadék gyakorlatilag ezen a csatornareaktoron, a reakció lejátszódik, és végül gyűjtjük a terméket. Természetesen ez folyamatosan is lehet használni, ezért mondhatjuk, hogy ez folyamatos áramlásos rendszerben dolgozunk, és ez teljes mértékben forradalmasította, és forradalmasítani is fogja a szintetikus kémiának a technológiáját. Vegyük akkor sorra, hogy valójában mik is a folyamatos áramlásos rendszernek az előnyei. Egyrészt az, hogy a reaktoroknak kicsi a mérete, nagy felület-térfogat arány van, ez nagyobb, hatékonyabb keverést, fokozott tömeg hőátadást jelent, a paramétertér az kiterjeszthető, tehát egész magasabb hőmérséklet és nyomásig lehet alkalmazni. A paraméterek fontos szabályozásával szelektivitást is elérhetünk, jóval inkább, mint mondjuk egy lombikban. Nagyon gyors és többszintű paraméter optimalizálást lehet végrehajtani. A méretnövelés nagyon-nagyon egyszerű, tehát magyarán csak a különböző csatorna reaktorokat lehet sokszorozni vagy párhuzamosítani, és természetesen szinkronizálni a különböző betáplálásokat. Alkalmazhatunk áramlási útba kapcsolt valós idejű analitikát, ez az inline analitika, és mindez az informatikával együtt önoptimalizáló, automatizált rendszerekhez vezethet, itt robotizációval, távvezérzéssel, valójában majd itt a távoli helyeken történő szerves kémiára is gondolok, köztük az űrkémiára, és látható ez a könyv, ami Darvas Ferenccel és két külföldi munkatársal együtt publikáltunk, az áramlásos kémiának az első igazi tematikus tankönyvét. Ezen az ábrán foglaltam össze az áramlásos reakciók legfontosabb paramétereit, a reaktor hossza, térfogata, áramlási sebesség és a tartózkodási idő. Fontos az is, hogy miközben a lombikban a bemérés adja meg gyakorlatilag a reagenseknek az arányát, itt a reagensek arányát a koncentrációval és az áramlási sebességgel lehet valójában beállítani. És hát egy nagyon fontos dolog, hogy az áramlásos reakciót, áramlásos kémiai reakciót nagyon pontosan adott ponton le tudjuk állítani. Ezt lombikban nem könnyű megtenni, tehát ez megint lehetőséget arra, hogy nagyon pontosan szabályozott kémiai reakciókat hajtsunk végre. Egyik jó szabályozható paraméter a tartózkodási idő, és ennek a finom hangolása lehetőséget teremt arra, hogy bizonyos több lépéses reakciókat szelektív módon tudjunk lejátszatni, ami annyit jelent, hogy valójában
amíg miközben az egyik reaktáns már elfogy, egy közti termék keletkezik, és mielőtt a közti termék tovább alakulna, azon a bizonyos minimális reakcióablakon, tehát egy bizonyos tartózkodási időnek az elteltével, vagy leállítjuk a reakciót, vagy pedig ott szedjük azokat, tehát azt figyelembe véve gyűjtjük össze a termékeket. Ez a bizonyos finom hangolás, ez nem lehetséges a klasszikus laboratóriumi eszköztárban, tehát a lombikokban. Mivel a paraméterek gyors változtatásával nagyon nagy számú reakciót tudunk elvégezni, és finom hangolni egy adott reakciót, optimalizálni, ezért ezt a nagy számú reakciót a Thales-en az ERT-nél egy központi adatbázisba gyűjtöttük össze, és ez képezi gyakorlatilag a FlowReact adatbázisnak az alapját. Ez egy kereshető adatbázis, amiben adott új reakció indításakor meg tudjuk nézni azt, hogy hasonló reakciót milyen körülmények között valósítottak meg, és ez természetesen a kezdeti paraméter szetre is ad egy első ajánlatot. Hasonlóan létrehoztuk a PhotoFlowReact adatbázist is, ez kifejezetten a fotokémiai reakciókra vonatkozik, ezt az irodalomból történő reakcióknak a kivonatolása alapján állítottuk össze. Több lépéses reakciónál van jelentősége az úgynevezett áramlásos profilnak. Látható, hogy az áramlásos reaktorokban normál esetben a folyadék az lamináris áramlásban halad végig, tehát nem keveredik, aminek az az eredménye, hogy a csatorna falai között lévő tapadó erők a falakhoz legközelebbi folyadék rétegeket lassabban szállítják, mint a középpontban lévők. Ebből kifolyólag egy ilyen parabolikus profil alakul ki. Amennyiben egy következő reagenst is beadagolunk, akkor ez esetében a reagens betáplálásánál ennek a profilnak megfelelően kell ezt az adagolást programozni gyakorlatilag, és ezt az áramlási rendszerbe beépített úgynevezett inline infravörös analitikával tudjuk biztosítani. Tehát látható itt a ábrán, hogy ez a bizonyos parabolikus profil az, amit nekünk valójában a programozással mimikálni kell. Ugyanezt az inline analitikát alkalmaztuk a reakció előrehaladásának követésére, amikor is a Thales Nano ZRT nemzetközi innováció díjas hidrogénezési készülékében hajtottunk végre egy áramlásos hidrogénezési reakciót. Gyakorlatilag a lényeg az, hogy addig áramoltatjuk vissza a reaktánst, amíg a hidrogénezés teljesen nem válik, és ezt gyakorlatilag az infravörös jelnek a intenzitásából tudjuk folyamatosan követni. Az áramlásos rendszerek egyik nagy előnye a gyors és valós idejű optimalizáció. Kis mennyiségekkel gyorsan tudunk új reakciókörülmények között egy reakciót tesztelni, majd az eredményt optimalizáló algoritmus alapján tudjuk egy új paraméter szettel kipróbálni, végső soron real time, tehát valós időben azonnal. A paraméter optimalizációra az egyik legáltalánosabb és praktikusan használt ilyen algoritmus, ez a Simplex vagy Nelder-Mead algoritmus, amit láthatóan ezen az ábrán is alkalmaztunk egy védőcsoport, hidroxil védőcsoportnak az eltávolítására, és néhány lépésben megtaláltuk az algoritmus alkalmazásával a megfelelő nyomás, illetve áramlási sebesség adatokat. Ebben a szekvenciális aminálási reakcióban is látható, hogy kevesebb mint 10 lépésben tudtuk a két lépés reakcióját, aminálási reakcióját optimalizálni. Az is látható,
hogy jelentősen rövidebb reakcióidővel sikerült az áramlásos körülmények között a reakciót végrehajtani, mint a szakaszos lombikban, tehát látható, hogy itt 8 perces tartózkodási idővel hajtottuk végre a reakciót, 270 fokon, kiterjesztett paramétertér, 0,5 milliliter per perces áramlási sebességgel, miközben ezt lombikban 3 és 10 napig 25 fokon hajtották végre, ugyanis hogyha nem áramlásos rendszerben hajtják végre, akkor ez teljesen nem szelektív módon játszódik le, viszont ezen a nagyon rövid tartózkodásével, magas hőmérsékleten teljesen szelektív átalakulás volt. A második lépésben mikrohullámot használtak lombik reakcióban, itt és 5 órával 180 fokon, mi viszont 350 fokra emeltük fel a hőmérsékletet, és az optimalizás eredményeképpen itt is gyakorlatilag 0,5 milliméter per perces áramlási sebességgel, és meg kell állapítani, hogy mind a két esetben a termelés 99%-os volt. A pontos analitikai mérés, a paraméterek finom szabályozása és a megfelelő optimizációs algoritmusok lehetővé teszik, hogy az áramlásos rendszerek úgynevezett önoptimalizáló és önszabályozó módon működjenek, és azt, hogy ezt gyakorlatilag úgy is meg tudjuk tenni, hogy a világ egyik végén ül gyakorlatilag az operátor, aki működteti a rendszert, és a műholdas kapcsolatnak a révén a világ bármelyik részén tudunk a távolságtól függetlenül végül is reakciókat lejátszatni. Látható a képen, hogy milyen elrendezésben valójában minden egy központi számítógéphez vezet, aminél itt a MATLAB algoritmust alkalmazzák, és valóban a pumpáktól kezdve a különböző szelepekig, meg a analitikától minden gyakorlatilag ebben a számítógépben lévő program által szabályozódik, és az adatok visszakerülnek a számítógépbe, ahol egy új paraméter szettel újra le lehet játszatni őket. Az előbbi távoli távvezérléses kémiának a kiterjesztése az, hogy valójában ezáltal távoli ember által nem lakott területeken is végrehajthatjuk a kémiai reakciót. Ez teremtette meg gyakorlatilag az úgynevezett igényszereti termelésnek az elvét, tehát magyarán ott gyártunk, ahol kell, és igény szerint ütemezzük csak magát a kémiai reakciót. A helyszínen az igény szerinti gyártás általában áramlásos reaktorokban zajlik le, és minimalizálni tudja a kockázatot. Kicsi a reaktor térfogat, zárt rendszer, tehát meghibásodás esetén is minimálisak a kockázatok. Ez természetesen akkor nem csak sivatagot jelenthet, hanem jelenthet egy más bolygót is, és a más bolygón való kémiai reakcióknak a végrehajtása végül is megteremti az űrkémiának a lehetőségét, ahol is teljesen új paraméterekkel, és az űrvénynek különleges paraméterekkel tudunk reakciókat lejátszatni, tehát mikrogravitációban, alacsony hőmérsékleten, vagy pedig akár a sugárzást is ki tudjuk használni a kémiai reakciónak a gyorsítása érdekében. Egy lehetséges következő vízió a nyomtatott kémiai áramkörök, amelyek lényegében miniaturizált áramlásos rendszerek, ezt más néven lebont csipnek is nevezik, tehát valójában parányi kis üvegcsipeken haladnak keresztül a különböző reaktánsok a megfelelő folyadékban, oldószerben, és egymáshoz kapcsolva végül is adott reakciókat végre tudnak hajtani viszonylag biztonságosan és nagyon kicsi anyagigénnyel. És végül visszatérve a gyógyszerkémiához, ugyan a szerves kémia az lényegi része a gyógyszerkémiai fejlesztéseknek, de itt konkrétan az áramlásos rendszerek alkalmazásával egy teljes gyógyszerkutatási ciklust is elvégezhetünk egyetlen áramban, beleértve a szintézist, a biológiai eszéket, és természetesen
a különböző döntéseket az adatoknak a elemzése által egy számítógépes tervezési algoritmus valósítja meg, ami a gyógyszertervező algoritmussal valójában minden esetben egy új reagenszettel rögtön újabb kémiai reakciót tudunk végrehajtani, aminek az eredményeképpen rögtön az új vegyületet újra biológiai szűrésnek tudjuk alávetni, és hát ez a bizonyos úgynevezett 60 perces gyors ciklikus optimalizáció, ez ami a jövőre tekintve teljesen forradalmasíthatja a gyógyszerkutatást. Lényegében előadásomban ezt szerettem volna szemléltetni, hogy valójában az informatika az ma már teljes mértékben áthatja, és egyre inkább az informatikának és a számítógépes fejlődésnek, aminek a beláthatatlanok, ugye a mesterséges intelligenciát figyelembe véve a jövő lehetőségei. Azt tudom mondani, hogy a kombinikus kémia esetében ez egy új szemléletet hozott, és a gyógyszerkémikus könyvtárakban, nem pedig egyedi molekulákban gondolkodik, kombinikus variációkban és kémiai térben. Ugyanígy a virtuális könyvtártervezés, 2D, 3D virtuális szűrés, a kémiai tér analízise, diverzitás számolás, a fizikai kémiai admetox paraméterek becslése, a szintézis tervezés, szintetizálhatóság becslése és nagy adatbázisok építése, kezelése mind az informatikának köszönhető. Ez a bizonyos új lehetőségeknek a megvalósulása. Ugyanígy a kémiai genomika, amikor szélesebb összefüggésbe helyezte a gyógyszermolekulák interakciónak következményeit, beleértve a humán génállományt és megalapozta a hálózati szintű gyógyszerkutatást is. Végül az áramlásos kémia teljes mértékben forradalmasította a gyógyszerkémiát, új reakciókkal, pontos analitikai méréssel, paraméterszabályozással, gyors optimalizációval és automatizálással. Összefoglalva azt tudom mondani, hogy a gyógyszerkutatás megújításához, a kapacitás és hatékonysági növeléséhez az informatika elengedhetetlenül hozzájárult, a növekvő számítógépes kapacitás és gyorsaság, az új modellezési technikák, a telekommunikáció fejlődése, akkor a műholdas információ közvetítés, és a felhőalapú mesterséges intelligenciának a elterjedése által. Azt gondolom, hogy remélem a példáimmal sikerült illusztrálni, hogy mennyi és mennyi különböző helyzetben, különböző ágban járult hozzá az informatika ezekhez a fejlődésekhez. Ezzel a képpel szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet. Látható, hogy itt már mesterséges intelligencia és a robotok dolgoznak a laboratóriumban, az ember valahol a fotelben, és irányítja őket, remélhetőleg nem a mesterséges intelligencia fog irányítani minket, én legalábbis optimista vagyok. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha valaki érdekel egy kicsit közelebbről a molekulák áramlásban, áramlásos kémiáról egy ilyen rövid népszerűsítő összefoglalót talál ebben a YouTube videóban. Köszönöm még egyszer a figyelmet!